Amíg kint a nemzeti lobogót vonták fel, addig a Párbeszéd képviselője a parlamentben próbált kérdezni a köztársasági elnöktől és a házelnöktől arról, mit jelent nekik az 1848-as forradalom. Jó reggelt, elnök úr! Egy gyors kérdés lenne. Bocsánat, nem az érvényes, az 1848-as forradalom házasság, most tényleg. A hadsereg egyenlőséges testvériség. Hogy látják? Egészen képesztő. Jó egység! Jó egység! Így üzentek Orbán Viktornak a DK megemlékezéséről. Az ellenzéki pártok a saját rendezvényük után a civilek által szervezett tüntetésre mentek a szabad sajtó útjára. Sipos Ferenc Norbert egyetemi hallgató az elmúlt 30 év elhibázott politikájáról beszélt. Elegünk van abból, hogy a fiatalokat használják fel arra, hogy az elmúlt 30 év hibás politikáját tovább építsék. Mert az eddigi kormányok csak arcon köpték ezt a generációt. A diákok ezután felolvasták saját 12 pontjukat. Mit kíván a magyar nemzet? Demokráciát és jogállamot? Pártatlan közmédiát, a propaganda média állami finanszírozásának beszüntetését. A 12 pont között szerepel például a korrupció büntetése, a szélsőséges jövedelmi különbségek felszámolása, méltányos bér és a minőségi oktatás. A DK EP lista vezetője Dobrev Klára szerint lázadni kell, de ez csak az egyik feladat. A második, az európai parlamenti választásokon kisebbségbe szorítani a Fidesz. És a harmadik, hogy ősszel szerezzük vissza a városainkat és a falvainkat. Ez a mi három feladatunk a következő időben. Itt és most létrejött a nemzeti egység. Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely összellenzéki támogatással megválasztott polgármestere szerint 1848-ban is sokan sokféleképpen látták a nemzet felemelkedéséhez vezető utat, de a nézetkülönbségeket képesek voltak félretenni. A hatalom akkor is megtanulta, hogy az összefogás veszélyes, mert összefogva megsokszorozódik a nép ereje. A Jobbik képviselője Orbán Viktornak üzent. Március 15-e nem a zsarnok ünnepe, hanem a népé. Március 15-e nem az elnyomóknak állít emléket, hanem a lázadóknak. Március 15-én nem a Habsburgok győzelmét ünnepeljük, hanem a márciusi ifjak győzelmét ünnepeljük. Március 15-e az ön bukásának az ünnepe. Hatházi Ákos független képviselő arról beszélt, az ellenzéki összefogást csak akkor fogják komolyan venni, ha az is komolyan veszi önmagát. A politikus a beszéde végén azt mondta, a tüntetés után a Kossuth térre megy, majd az állami média épületéhez.